Covid okozta nehézségek miatt tavaly nem szerezték meg a megyei Prima díjak átadó ünnepségét, így az idei kitüntetettek tulajdonképpen az elmúlt év jelöltjei. A megváltozott körülmények a VOSZT is átalakításra sarkalták, mondta Fajszi Lajos, a szervezet Tolna megyei elnöke. A VOSZT-nak föl kell vennie egy gyorsabb stílust, hiszen nincsen most idő fél év, egy éves egyeztetésekre, hanem igyekezni kell arra, hogy a kormánnyal ezeken az ITMS találkozókon tényleg kiharcolni a vállalkozásoknak prompt azt a segítséget, azt a támogatást, amire akkor és abban a hónapban szüksége van. A vállalkozók szövetségében is átalakulás zajlik, és az új vezetőség arra törekszik, hogy megjelenésében, gondolkodásmódjában is korszerűbbé váljon, mondta frissen kinevezett országos elnök. A VOSZ egy tradicionális és egy nagyon jól működő szervezet, de természetesen a 34 év működés után és a külső környezet változása miatt is megújulásra vár, és megújulást szeretnék véghez vinni, megtartva a hagyományos értékeket, mert a VOSZ képviseli a szakmaiságot, a függetlenséget, az önállóságot, és a magyar vállalkozók igazi képviselője, támogató partnere, és ebben szeretnék újszerű megoldásokkal, megerősítve a VOSZ eddig értékeit, de erősítve például a megyei jelenlétet, a megyei aktivitást, és új területeken, mint vállalkozás, fejlesztés, azon kívül szeretnénk az arculatot frissíteni, nagyon jól működött, betöltötte hivatását, de 25 éve ugyanaz az arculat, és szeretnénk most egy modern, korszerű, az online felületeken is jobban működő, jobban látható grafikai megoldással, arculattal előrukkolni. Úgyhogy ezek a teljesség igényelők, ezek az elemek, amik a VOSZ megújulását jelentik. Marad az érdekképviselet, marad a szolgáltatás, és erősödik a vállalkozásfejlesztés. Ugye a két legismertebb ilyen szolgáltatásunk, termékünk az a Széchenyi Kártyaprogram, amit a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával közösen működtetünk, és az utolsó másfél évben rekordforgalomot bonyolít, hihetetlen mennyiségű hiteligénylést fogad be és dolgoz fel. A másik pedig a ma este kiemelt eseménye a Prima díj, ennek a megyei gálái, ahol tényleg a helyi élet, a megye kiválóságait, sport, kultúra, oktatás területéről köszöntjük, kitüntetjük, bemutatjuk, és ezzel példát állítunk gyakorlatilag a helyi közösség, vagy akár az országos közösség elé is. A Prima díj a legkiemelkedőbbek elismerésére szolgál Tolna megyében. A kultúra és a gazdaság terén egyaránt sokan méltóak erre az elismerésre, mondta Süli János, a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye hármaszámú választókerületének országgyűlési képviselője. Azt emelte ki, hogy az Országos Szövetség vezetői által alapított Prima Primissima és a megyei díjak azt bizonyítják, hogy a kultúra és a gazdaság képviselői egymás mellett is képesek nagy dolgok véghez vitelére. Pont, akit példaként kell állítani a többség elé, mindig vannak, akik kiemelkednek teljesítményükkel a többiek közül, és ezt teszi lehetővé azt, hogy Magyarország is példaértékű megoldásokat tudjon felmutatni, és az meg jó dolog, hogy ezeket a példaként akár szociális, akár kulturális, akár ipari művészeti sorba is példaként állítható embereket mindig van, akik támogatni tudják. A szokásoknak megfelelően a Prima díjat hárman vehették át. Így Lenkei István, a Paks 2 vezérigazgatója is. Nekem meglepetés volt. Az a helyzet, hogy a szűkebb közösségem a Paks 1-ben, ahonnan én átmentem a Paks 2-be 5 évvel ezelőtt, megtisztelt azzal, hogy céggyűrű kitüntetést, céggyűrűt kaptam, és itt most mondjuk így a tágabb közösség tisztelt meg azzal, hogy Prima Primissima díjas lehetek, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon-nagyon örülök neki, mert semmiféle díjat nem kaptam még. Én dolgoztam folyamatosan, a célom nem az volt, hogy díjakat kapjak, hanem hogy a munkát rendesen elvégezzem. Elismerésben részesült Rül Gizella, a Tolna Art megalapítója. 20-25 évvel ezelőtt indultak be tulajdonképpen az amatőrök, akkor indult az internet is, és akkor kezdtük el
bemutatni Tolna megye művészeit. Itt nem csak az amatőrökről volt szó a Tolna Art kapcsán, hanem profi művészeket is bemutattunk, és én azt hiszem, hogy ez fontos volt. A Tolna Arton keresztül láthatták, hogy mások, milyen sokan mások foglalkoznak művészettel, és talán így inspirálóan lakhatott. Prima díjat vehetett át Molnár Istvánné, az Önzetlenül Segítők Paks Non-Profit Alapítvány vezetője. Szeretem a szépet, szeretem a művészetet, a hagyományőrzést nagyon szeretem, a hagyományőrzés benne van minden emberben, és ezt szeretem, ha megmutatkozik a gondolatba, cselekedetbe. Nagyon kevesen tudják tenni azt, amit én tettem, de mivel engem a gyerekek hagytak szabadon élni, szabadon gondolkodni és cselekedni, ezért mindig az ösztöneimre és a szememre hivatkoztam, vagy amit megláttam, és úgy éreztem, hogy itt tenni kell valamit, ez jó lenne, ha tenném, akkor azt meg tudtam valósítani. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért ismerték el Tar Jánost, a Tar Kft. Tulajdonosát, aki számos sport és kulturális kezdeményezést támogat rendszeresen. Az összes ilyen szervezetnek az a legfontosabb része talán az a társadalmi kohéziós ereje van, ami összetart, akár legyen az egy művészeti táncegyüttes, vagy legyen az egy sportcsapat, és ez összetartja az embereket. És azt gondolom, hogy ebbe a kicsi vidéki létünkbe azért ez nagyon fontos, hogy összetartsuk az embereket. A 2022-es Prima díj közönségdíját a Dombóvári Kapos Kódus érdemelte ki.